A gonosz elűzése, halál, termékenység és szerelmi jóslás, időjárás jövendőlés. Ezek a népszokások jellemzik szilveszter napját. Az új év népi sajátosságai a lencse, bab, sertés, húsfagyasztás, de a háziasszonyok is szabad napot kapnak, ugyanis tilos mosni és takarítani ezen a napon. Ez nem egy önállóan álló nap, hanem tulajdonképpen az egész téli ünnepkörnek, illetve karácsonyi ünnepkörhöz tartozó szokásoknak az egyik folyamánya, és nagyon szorosan ehhez tartozik, ahogy január 6-a, tehát a vízkereszt napja is. December 24-én, ahogy véget ér a szigorú böly, tehát onnantól kezdődően, karácsonytól kezdődően, megindulhat egy olyan fajta sokkal bőségesebb étkezés, olyan dramatikus szokások, mint a betlehemezés, a különböző újévköszöntésnek a szokása, ezek már karácsony előtt is elindulhattak, illetve a karácsony után egészen vízkereszt napjáig tartanak. Azzal a különbséggel, hogy még a különböző népi szokásokban karácsonyig inkább a szálláskeresést, a Jézus eljövetelét, tehát a pásztor játékokat szokták előadni. A dramatikus játékok közül, tehát a karácsony után, az új évkor, illetve a vízkereszt között a Heródes játék, illetve a három király járást szokták előadni. Ez mindenhol változó volt, hogy fiatalok, idősebbek adják elő. Ennek a lényege az volt, hogy a három király, tehát a napkeleti bölcsek, hírül vevén Krisztusnak a születését, elindulnak az ajándékot elvinni, hódolatokat tenni a megszületett Krisztusnál, és összetalálkoznak Heródessel. A játék alatt formailag változott, hogy legyőzik Heródest, és ugye utána tömjénnel, mirhával, arannyal megrakodva jutnak el Jézushoz. Most gyakorlatilag ez a szokás, vagy ez a játék összekötődött azzal a katolikus helyeken, hogy új év köszöntő jó kívánságokat mondtak el a ház népének. Igazából mindenhol beengedték őket, és a végén egyfajta hagyományos adománygyűjtő formulával zárták ezeket a dramatikus játékokat. Ennek megint csak egyfajta közösség megerősítő szerepe volt, tehát akár fiatalok adták elő, akár felnőtt férfiak, idősebbek. Általában a nap végén az összegyűjtött ajándékokat, pénzt, húst, babot, különböző terményeket, bort kaptak. Ennek egyfajta közösségépítő, megerősítő szerepe volt. Az összegyűjtött adományokat a nap végén megfőzték és elfogyasztották. Ilyen csoportos népszokás volt még a regölés, amit maskarákba beöltözve különböző zajkeltő eszközökkel űzik el a gonoszt. És jó kívánságokat mondanak, óvó, védő rigmusokat adnak elő. A regülés az egy nagyon érdekes, dramatikus játék, ugyanis megint csak azt lehet mondani, hogy a nagyon régi ókori elemei, illetve ókori elemek, illetve konkrétan a magyar Kárpát-medencébe való érkezés előtti rítus elemek megtalálhatóak benne. Ha arra gondolunk, hogy milyen különleges maszkokkal, milyen maskarákba öltöznek be ezek a regősök, akkor a táncuk is, a csörgős botot, a láncos botot, amit magukkal visznek, ez az úgynevezett regős síp, illetve ez a köcsög duda, amit közben használnak, és maga a mondatuk a helyregő rejtem, illetve vele együtt keveredik a dicsértessék az Úr Jézus Krisztus formula, tehát mind a kereszténység előtti, azt lehet mondani, hogy egyfajta táltos hit, vagy akár finnugor elemek keverednek a már fölvett keresztény elemekkel egy azon szokáson belül. Tehát ezek nagyon érdekesek, és egészen a 20. századig ugye életben maradnak. Ezeken kívül sokfajta jóslást is végeztek szilveszter napján. Halál, termékenységi és szerelmi jóslásokat tartottak. A következő év időjárását, a hajadonlányok leendő férjének nevét, foglalkozását jövendölték meg. Nem végezhettek nagy takarítást vagy mosást, és az étkezésre is nagyobb hangsúlyt fektettek. Tyúkhúst pedig tilos volt enni. Ugye azt tartották, hogy vagy elrepül az ember a család szerencséje, vagy elkaparja a tyúk a szerencsét, illetve a pénzt. Viszont kifejezetten fogyasztottak disznóhúst bőségesen, hiszen a malac az a hiedelem szerint előre kitúrta
a családnak a szerencséjét. Ugyancsak ehhez kötődött a középkori időszakban a magos szemes terményeknek a fogyasztása, a bab, a lencse, a köles, különböző búzákat édeskásaként, sóskásaként fogyasztottak, és hát azért a tömegtermelésben például a rizs is bekapcsolódik a 20. század elején, illetve a II. Világháború után a rizs is bekerül ebbe az étkezési szokásba, mint az ilyen magterményeknek a fogyasztása. Tehát ez mind azt alapozta meg, hogy az elkövetkezendő évben a család gazdagságát, illetve a bőségét meg tudják tartani. Az is nagyon fontos volt, hogy ne vigyenek át haragot a következő esztendőbe. Megújult, tiszta lélekkel indítsák az új évet. Az ünnepkört január 6-a vízkereszt zárja le, de nem maradhatunk sokáig népszokások nélkül, hiszen ezzel be is lépünk a farsangi időszakba.